Először is úgy gondolom, hogy nem hoztuk azt, amit tudunk. Tehát, hogy nem azt mutattuk meg a pályán, amit edzéseken képviseltünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól dolgoztunk, tudtuk, hogy mit fognak csinálni, és egyszerűen nem jöttek össze úgy a dolgok. Igazából többször is befejezhettük volna, úgy gondolom, hogy voltak olyan helyzeteink utolsó percekben is, ahol eldönthettük volna, de hát ez nagyon összetett, mert mindannyian hibáztunk, csapatként veszítettük el, úgy gondolom, de a második félidőre azért sokat javult a támadásunk. Az első félidőben egy kicsit lassúnak éreztem a támadójátékot, de ez azért is volt, mert próbáltuk megbecsülni a labdákat, azt beszéltük, hogy ha megcsinálunk egy jó védekezést, akkor az utolsó helyzetig húzzuk ki, tehát hogy a legbiztosabb befejezést választjuk mindig, de úgy gondolom, hogy ez egy picit lassabbra sikerült, de összességében így ennyit tudnék mondani. Nehéz most megszólalni egy ilyen mérkőzés után, neked milyen gondolatok kavarognak most a fejedben, hogy látom, hogy kicsit törölgeted a könnyeidet is? Hát nehéz igazság szerint, mert úgy gondolom, hogy tehát minden lány fantasztikus ebbe a csapatba, és nagyon szeretem őket, és nagyon bíztunk egymásban, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nagyon sok beszélgetésünk is volt, nagyon-nagyon sokat készültünk erre. Egyszerűen ma úgy nagyon nem jött össze semmi nekünk. Amint elmondtam, a második fél időben azért visszajöttünk úgy a mérkőzésbe, hogy új lendületet is tudtunk maguknak adni, de sajnos nem volt elég, úgyhogy mindenki hibázott. De most ez van, mert fel kell emelni a fejünket, és veszíteni is tudni kell, úgyhogy. Ugye te is említetted, hogy voltak olyan kulcsfontosságú pillanatok, amikor eldőlheted volna a meccs, az igaz, a rendes játékidőre is, illetve a hosszabbítás utolsó fél percére is. Most érdemes amúgy ezen rágodni a következő meccsig, hogy ezek miért nem mentek ott be, vagy miért hibáztatok ott? Hát szerintem ilyenkor az egész meccset ki kell elemeznünk, mert tényleg... Úgy gondolom, hogy támadásban most több hibánk volt, mint védekezésben, azt sokkal stabilabbnak éreztem. Úgyhogy szerintem összességében a támadásokat kell kielemeznünk, szerintem túl sokat hezitáltunk, lassan ment a labda. Úgyhogy hát nyilván voltak kulcsmomentumok, de szerintem minden hibát meg kell néznünk, mert csapatszinten hibáztunk most. Éreztétek egy kicsit azt, hogy rajtatok nagyobb a nyomás, miközben a Brest ugye semmit veszteni valója nem volt, és úgy játszott? Igen, de igazából hát egy nagyon magas mércét állítottunk magunk elé, és nagyon sokat beszélgettünk a lányokkal, mint csapat, és nagyon meg akartuk mutatni, mert szerintünk a Brest nem vett minket olyan komolyan, mint amilyenek mi vagyunk, és nagyon meg szerettük volna csinálni, de sajnos nem sikerült, úgyhogy ez nagyon nagy csalódás.